Szép jó estét kívánok mindenkinek! A ma esti Dharma beszéd előtt én fogom tartani a bevezető beszédet. Ugye az elvonulás, 3 hónapos elvonulás közepét éppen elhagytuk, egy héttel, úgyhogy körülbelül még ugyanennyi van hátra. Abban a szerencsés helyzetben van részem, hogy a tavalyi 3 hónapos téli elvonuláson is részt tudtam venni. Ugye azt mondtam, hogy abban a szerencsés helyzetben van részem. Akkor még nem tudtam dualizálni, mert akkor még ugye csak egy volt belőle. Sőt, mi több, akkor készült, ugye. Tehát folyamatában volt. Napról napra történt, pillanatról pillanatra. Egy színházi példa jut ebben kapcsolatban eszembe, ugye. És úgy néz ki egy próba folyamat, hogy elkezd az embert próbálni egy darabot, és a próbák során ugye a rendező instrukciói alapján megpróbálják együtt megfejteni a drámát. Ugye különböző helyzeteket csinálnak, és cselekszenek a színpadon, hogy ebben megjelenítsék ezeket a történeteket. Na most egy-egy próba során, amikor úgy vélik, hogy sikerül egy jelenetet megoldani, tehát megtörténik az a dolog, akkor ugye nincs más dolguk, végtelenül egyszerű, ezt a megtörtént dolgot, ami számukra is világossá vált, és a rendező is rábólintott, hogy ez szerint egy működik, és ennek a jelenetnek ez a menete, ezt kell a továbbiakban reprodukálni. A további próbák során, tehát amikor mindig ez a jelenet jön, akkor meg kell próbálni tudni ugyanazt csinálni, ami a pillanatból létrejött akkor. Lehet, hogy nagyon sokáig kell ezt gyakorolni, lehet, hogy akár másfél hónap is eltelik, mire lesz egy olyan pillanat. Van úgy próbafolyamat, hogy nem születik meg bizonyos jelenetekben, vagy bizonyos szerepeknél ez a pillanat. Akkor sincs semmi gond, az ember játsza jól-rosszul a szerepét, tehát ettől még működhet. De általában azért, hogyha egy jó társulat van, jó darab van, jó rendező van, jó színészek vannak, jó kohézió van, akkor ez megszületik jelenetről jelenetre, és ugye ezt reprodukáljuk estéről estére. Tehát 2 hónapig próbálunk, aztán elkezdődnek az előadások, és este 7-től 9-ig eljátsszuk ezt a dolgot, belesűrítve ezeket a már megtörtént pillanatokat, felidézve. Ugye ez elég nehéz dolog. De mégiscsak ebből áll össze, és valahogy valaki minél jobban képes erre a reprodukcióra, annál jobban mehet ez a dolog. Bár sokan kibillentik pont ezt tudva, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, avval, hogy improvizatív részeket tesznek akár az előadásban, hogy mindig megmaradjon az a fajta frissesség, ami megtartja ezt a véletlen megszülető dolgot, ezt az önazonosságot, ezt az eredetiséget. Amikor már egyszerűen képtelen voltam szavakba önteni, tehát fejtegettem, de igazán nem tudtam. De nem azért nem tudtam, mert én tudtam, csak nem tudtam elmondani, hanem én magam sem tudtam, hogy mi az, ami nem színház, nem élet, nem szerelem, nem család, nem filozófia, nem pszichológia, nem nő, nem férfi, nem jövő, nem valami, csak ami a mennydörgés, de mennydörgés sem. És akkor mindig így csináltam, hogy... És mondom, ezt akarom. Majd reggel fölkeltem, és ment minden szépen, vagy csúnyán tovább. És aztán, amikor ide kerültem, körülbelül 3,5 évvel ezelőtt, köszönhetően annak, hogy jó barátok vettek körül, és akkor javasolták, hogy hát próbáljam meg ezt. De akkor már nézelődtem. Tehát akkor már érdekelt a buddhizmus, és olvasgattam különböző dolgokat, meg nézegettem helyeket, hogy Magyarországon hova lehet menni. És aztán ugye ide jövök, és mi vár itt? Ez.
Körülbelül egy másfél év múlva mondtam el dokesszonyimnak ezt a történetet. Hogy volt egy ilyen... Ez arra is lehet válasz, amikor azt mondják, ugye, hogy buddhizmus, de hát az egy ázsiai dolog, nem? Tehát most akkor abban így mi európaiak mit kezdünk? Tehát, nem ázsiai dolog, ez egy emberi dolog. Tehát az, hogy kört találok benne, az, hogy csapást találok benne, az, hogy egy cselekvést találok benne, mert eljut oda, hogy a szavakon, gondolatokon túl a cselekvés létezik, és a cselekvésnek nem is szinte az értelme, hanem az energiája. Akkor az egy érdekes dolog. Amire még gondoltam, hogy ugye az első után a második, azt is szokták kérdezni, hogy jó, de aztán most akkor mit érzel, hogy megy, tehát hogy levitálás megy már, vagy valami azért, valami számolj be, tehát hogy vagy tudsz levegő nélkül át tudod úszni a Dunát, de hosszában. Tehát, hogy ilyen dolgok azért fölmerülnek, és akkor elgondolkodik az ember, hogy tényleg miért is, vagy hogy mi ez a dolog. Sokszor nem ott vettem észre, ahol úgy vártam volna, hogy az észrevehető lesz. Hanem egyszer csak, mivel hogy a finom érzékelés ezekbe a csöndes órákba kifejlődik saját magától, nagyon, nem is kellett dolgozni, mert megpróbál valahogy ugyanolyan lenni, meg itt is ugyanolyan lenni, meg mindenhol ugyanolyan lenni. Tehát finomodik ez a dolog. Ez hozzásegít ahhoz, hogy meglásd azt, hogy mi történt, vagy mit vélsz ennek a hatásának, már ha erről érdemes beszélni. De valahogy ugye egymást tudtára kell adnunk a gondolatainkat, és hát ez a kis egyszerű eszközünk van rá, ez a beszéd, ami ugye nem sok mindenre jó. Éneklésre mondjuk. Jó, hogy a hangadásra, de információ átadásra hihetetlenül pontatlan. Ugye? Tehát, hogy azért ebben nem lehetne vezérelni egy CNC esztergát, mert nem is tudom, hogy mit kezdene el ott elvágni. Jó, nem, még egy kicsit, ó, most jó, ne, ó, még mélyebbre, ah, mindegy. Dobjuk ki, tehát, hogy ez furva ez a beszéd, tehát, hogy hozomány. Tehát mindenféleképpen az önmagunkra való rálátás kifinomodik, tehát ez ha akarjuk, hanem ez jön. És most úgy érzem, hogy így 2-3 év után legalábbis normalizálni sikerült ezeket a kapcsolatokat is, és valamilyen szinten szeretetteljessé tenni. Tehát az milyen furcsa, hogy nem hangzik el egy családba, pedig mondhatom, hogy közepesen, magasan kvalifikáltak, édesapám intézett, igazgató volt, édesanyám számíteli pénzügyi szakember, tehát hogy végül is egy intelligens, jó ízlésű, jó érzésű környezet. Szóval ez a dolog szépen oldódott, és a szeretlek szó kimondása elkezdett működni egy ilyen másfél-két éven belül oda-vissza egy telefonbeszélgetés után. És akkor már mindannyian éreztük, hogy ez innentől kezdve azért más. Kicsit más. Kicsit más, és akkor ez így jó tud lenni, és valamennyire tud működni. Tehát például ebben a szülőkkel való viszonyban. Mivel időm véges, nem akarok minden dologba részletesen belemenni, ez egy példa volt, ahol abszolút föltűnt az, hogy az a fajta nyugalom, az a fajta tisztánlátás, az a fajta valós gyökérok kutatás, megtalálás és feloldás működik, az például ez volt. És ez nagyon, nagyon fontos volt. Én házasságon kívül kapcsolaton kívül élek, tehát ők a kapcsolataim, vagy a legszorosabb kapcsolataim, mivel nincs társadalmi gyerekem, tehát egyértelműen szülők a legszorosabb kapcsolat. Tehát ez nagyon, nagyon fontos volt, hogy a mindennapi élet tudjon menni, és ne az legyen a fejbe folyamatosan, hogy de hát hogy, meg miért, meg ú, megint, és akkor most megint igen, most meg megint van. És hogy. Tehát, hogy ez ilyen élhetővé vált.
És nem szüntek meg a haragok, nem szüntek meg a gyűlöletek, a dühök, de amikor föltűnnek, egyből látom, hogy ez igen, ez, de nem ennek kell lennie, mert ez a régi beidegződés és a szokás mechanizmus beindul valamilyen, bármilyen indító, vagy egy saját kudarc, vagy egy tőlük kapott impulzus hatására. De már van mihez kapcsolódni ebből. Tehát azt mondom, hogy nem az, az egy múltbéli dolog, az egy másfajta dolog, az meg van bocsátva, és föl van kutatva, és ki van tisztítva, és most már a másik van. De nem múlt el, tehát nem égett el, és tehát nem veszett el, csak átalakul, vagy nem vészel, csak átalakul, és átalakulóban van. A végezetül egy színházi példával kezdtem, egy színházi példával szeretnék zárni. Az egyik kedvenc rendezőmmel történt meg a dolog. Egy budapesti színházban próbáltak néhány évvel ezelőtt egy darabot, és már egész jól álltak, de valahogy az egyik páros jelenettel, amiben főszereplő férfi és nő játszik, nem tudtak haladni. És közeledett a bemutató napja, már főpróba hét volt talán, és érezték, hogy jó, úgy áll a lábán az előadás, egész jó, vannak benne erős dolgok, tehát végül is jöhet a közösség, de valahogy ez a jelenet, ez így megállt. És nincs. És hát ugye ilyenkor két eset lehet, vagy azt mondja a rendező, hogy jó van gyerekek, majd ez beérik az előadások során, nem kell izgulni, csináljuk, és akkor minden rendben lesz, vagy tesznek még egy kísérletet. És ez történt, behívta a színészeket, csak ezt a jelentet nézzük, mindenki, pedig már ilyenkor egybe szoktak ugye menni, mindenkit hazaküldött, és mondta, hogy jó, akkor gyertek, csak ti ketten, és akkor neki szabadunk. És el is kezdték próbálni, már jóval a próba vége 10 óra után volt, a közeledett az éjfél, és már nagyon sokszor neki mentek, nagyon sokszor átrágták, ezerszer beszélgettek, dohányoztak, megőrültek, kihozanodtak, mindent megpróbáltak. Amikor is egyszer csak végigcsinálták, és a rendező fölugrott a negyedik sorba, és azt mondta, hogy igen. De nem. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Szervusztok, szép jó estét mindenkinek! Nagyon köszönöm Istú fantasztikus bevezetőjét, és kedvenc színészemet, Kevin Spacey-t szeretném idézni, amikor megkérdezték, hogy miért nem ad annyi interjút. Azért nem, mondja, mert hogyha kevesebbet tudsz rólam, akkor jobban elhiszed azt, amit a színpadon csinálok. És magam is azt hiszem, hogy jobban elhiszed tőlem azt, amit mondok, hogyha a múltamról kevesebbet tudsz, most mégis egy kicsit ez ellen megyek, amikor csak a rokonság kedvéért elmondom, hogy a világot jelentő deszkákon 2 évnyi próbálkozás után döntöttem úgy, hogy mégsem. És ebből az első év rendkívül intenzív volt, és tanultunk valamit, ami tanulhatatlan, próbáltunk valamit, ami idehozott, és ahogy Istú azt a gyönyörű gesztust mutatta, nagyon hasonlít az Vajrócsana Buddha ugye, közös kéztartásához, ami a Föld és az ég egyesüléséből származik. Csak ott már volt egy kis hang, és hát az ütésben is, amikor a gondolkodás elé viszed a tudatot, a szerepek, a személyiség elé viszed a tudatot, akkor ez az ütés, ez a hang nagyon sokat jelent. És kétféle színház van, és mindenféle kritika lehetőségével együtt mondom ezt. Az egyik a maszkos, a másik az átváltozós. A maszknál látod, hogy milyen jól játssza a Sinkovics Imre a bánkpánt. És fantasztikus élményben van rész, és végig tudod, hogy Sinkovics játssza a bánkpánt, mert egyszerűen fantasztikus, és látod az eszközök alkalmazását, a dikció nagyszerűségét, a mozgás, a szín, a hangok összhangját, és műeményben van részed, és elismerően megtapsolod a végén. Tehát mindig ott van a színész,
és a játék, és a színész játssza a játékot. A színész játssza a szerepet. Amire viszont mi kísérletet tettünk 1989-90-ben, az a második típusú átváltozó mágikus színház volt, amikor a színpadon nem egy színész játszik egy szerepet, hanem csak a karakter van. Arra az időre, amíg a színpadon vagy színészként, te feladod a saját identitásodat, és teljesen átváltozol a karakter a szerep identitásává. Tehát nem valaki játszik valakit, hanem te abban a pillanatban vagy Otello, Iago, Ofélia, Nóra, és a többi. Ez az, ami emberi ésszel egy kicsit felfoghatatlan. És ez az, ami emberi elmével egy kicsit kibírhatatlan, mindaddig, amíg egy saját identitást, egy saját személyiséget, mint fix dolgot szeretnél őrizni magadban. Mindenki változik, de általában úgy változunk, hogy van egy fix személyiségképünk, és akkor azt ott foltozgatjuk, jobbra-balra elveszünk, hozzáadunk, kicsit csiszolunk, ledörgölünk, beültetünk, kigyomlálunk, és akkor úgy elvagyunk, és úgy haladunk az életünk útján. Mi van akkor, amikor egy olyan pillanat ér el, amit csak személyes élmény, és mondjuk a Borgeszi próza tud átadni, hogy átéled azt, hogy senki és semmi sem vagy, és egyszerre minden. Tehát ez egy olyan állapot, hogyha ezt nem hozod vissza a gondolkodás elé, és nem érleled konkrét szellemi tapasztalásá, ebbe a tudat bele tud hasadni. És hasad is nagyon sokszor, és ezért szoktuk leönteni különböző ilyen gyógyító párlatokkal, hogy ne hasadjon az annyit, és a gondolat az ne kategorizáljon, és ne definiáljon, és ne akarja megmondani, hogy mi vagyok én, és mi nem vagyok én, mert abban a pillanatban téved. És nem csak a CNC esztergánál téved, nagyon komoly identitás kérdéseknél is téved. És ahhoz egy úgynevezett profi szellemi irányzat kell, hogy ez a nem tudható énség, ez a nem definiálható identitás, ez ne fájjon. Ez ne legyen szárka, ez ne legyen olyan, hogy én ettől most más vagyok, mint a többi. Hogy nem értem a világot, és nem értem önmagamat, csak azért, mert nem tudom leképezni gondolatokban. Tehát a nem érthető, de tapasztalható, az rendben van. Úgyhogy mi az, ami a színpadon 100%-ig át tudja élni a maga szerepét, identitás maradvány nélkül. Ezt el lehet érni, erről könyveket is írtak, ilyen színházak a mai napig vannak. Ha keresed, megtalálod őket, szándékosan nem mondok társulat és rendező neveket. De van valami, amikor egy ilyen előadásnak vége van, akkor nem az obligát taps jön ki, hanem ott állsz le vagy döbbenve, mert a katarzis az olyan erős, hogy a te identitásod, a te énséged is elment, mint néző. Az sincs meg. És a teljes egyévállás tapasztalatával ülsz ott, és nem tudsz mozdulni. Nem csak a színházban, koncerteknél is van ilyen, csak az tárgyatlanabb, és nincs benne annyi történés, mert az csak zene. Tehát nincs annyira színe meg formája. Egy igazán jó koncertnél van az utolsó avizó után egy döbbent pillanatnyi csend, és hogyha a nagyon sokat zeneakadémiára járok, nem tapsolnak rögtön közben szokásból, akkor az a pillanat ott ül a térben, és ott ül a szívedben, és tudod, hogy az ilyen pillanatokért érdemes élni. Az ilyen pillanatokért érdemes megszületni. És amikor átéled színészként, vagy akár rendezőként, vagy közönségként a színházban, akkor rájössz, hogy a formavilág messze nem az, ami pusztán van. Az elgondolható valóság messze nem az, ami összességében van. És van valami, ami mindig tiszta marad, ami mentes szereptől, jövéstől, menéstől, élettől és haláltól, de mégis ez az, ami lát benned, hal benned, szagol benned, tapint, ízlel, érez, gondolkodik, berúg és kihozanodik. És ennek az igazi önvalónak az átélésére nagyon sok minden kényszerít minket, tudatosan szerintem nagyon kevesen vállalkoznak erre. Csak amikor már minden eshetőség, minden
egyéb esély vagy életút rosszabbnak tűnik, akkor azt mondjuk, na, akkor ássunk a dolgok mélyére, picit mélyedjünk el, hogy végül is itt mi van, és szálljunk már rá 3 hónapot, 3 hetet, 3 napot az életünkből, hogy mégis a dolgokat úgy tiszta realitásukban szemléljük. Senki nincs itt ebben a teremben, akit ne ért volna a trauma. Akár úgy, hogy emlékszel rá, akár úgy, hogy nem. Tehát az élet traumatizált mi voltát, mondta úgy a Buddha, hogy a szenvedés ténye, a születés, a felnövekvés, az öregség, a betegség, a halál, ez mind szenvedéstelű tapasztalattal is elegy. Nem csak az, de benne van az is. És van bennünk valami, ami a múlandosságot megóhatja haladni. A szerepeket megóhatja haladni. Az identitásokat, a különböző személyiségeket megóhatja haladni, és föléjük akar emelkedni. Hova tovább belátni, hogy az útja merre visz. Esetleg irányt váltani. Megnézni, hogy milyen személyiségé szeretném formálni magamat. Az én legdöbbenetesebb élményem az első ilyen átbillenés után a színházban az volt, hogy igen, ez is egy szerep. Kint vagyok az utcán, megyek a kis civil ruhámba haza, az egyetemi házi feladatomban gondolkodom, és ez is egy szerep, és érzem, hogy kik a rendezők, a szüleim, az iskola, a barátaim. És játszom a szerepemet, és bennem van az, ami nézi, ami ott lüktet, és szótlanul ott figyel. És próbál irányt szabni ennek az egésznek, és egyszer rájössz, hogy mennyire kevéssé tudod ezt az irányt megszabni, hogy a karmát mennyire megóhajt határozni ugye hátulról, a múltból. És akkor jössz rá, hogyha ezektől a szerepkényszerektől nem szabadulsz, hogyha engedsz az állandó külső-belső kondícióknak, akkor élsz robotként. És általában a legrobotikusabban élő emberek harsogják a leghatalmasabb szájjal a szabadságot. Az utolsó próbán, pontosan 1 évvel így a kezdés után, amikor társulatot váltottam, akkor volt egy ilyen hang, amikor már egy csomó mindenen túl voltunk, amikor már többször nem voltam ugyanaz, mint aki elkezdte, hogy rabszolga akarsz lenni, vagy szabad. És soha többet nem mentem vissza, mert akkor én nem voltam szabad. Tehát magamban volt házi feladat, olyan feladat, amit még nem végeztem el, és ami olyan akadály volt, olyan vaskemény, méter vastag ólomfalként éltem meg, mint aki a kárhozat kényszerét éli. Tehát amíg a lélek nem szabad, amíg nem ismeri meg önmagát, amíg nem ismeri meg a világ működését, önmaga működését, és nem hozza ezt közös nevezőre, addig minden akadály. És egy ilyen intenzív, átváltozó, transformatív ugye, tapasztalat, az nem csak, hogy kiforgat önmagadból, hanem a teljes káosz és pusztulás szélére tud sodorni. És amiért vonzó ez az egész, az nem a dezintegráció maga, hanem az, hogy mennyi energia van benne. Tehát olyan elképesztő energiák szabadulnak föl, hogy emberfelettinek és világfelettinek érzed magad mindaddig, amíg tart. És amikor kipukkan, akkor lemész a kritikus küszöb alá, akkor pedig hirtelen a saját poklodban vagy, és olyan szélsőségeket élsz meg, hogy Dante ahhoz képest egy használati utasítás egy turnix géphez. Tehát amikor ilyen szélsőségek a lélekben megmutatkoznak és megnyilatkoznak, akkor látod, hogy mennyivel több az a világ, amit élünk, annál, mint amit érzékszervekkel tapasztalunk. És itt még nincs vallás. Nem is nagyon kell. A vallás azt jelenti, hogy elhiszel valamit, amit mondanak, amit tanítanak, de nincs közvetlen tapasztalatod róla. Itt pont a fordítottja van, tapasztalsz valamit, amit még nem tudtál artikulálni, mert a beszéd, ahogy hallottad, nagyon-nagyon kevéssé tudja a realitást érinteni és kimondani. Körülbelül olyan, mint a tengerhez képest a halászháló. A halászhálóval egy csomó halat meg tengeri herkentyűt kifoghatsz, de a tengert sose. Ha a tenger kell, akkor le kell tenni a hálót, el kell engedni az evezőt, el kell búcsúzni a csónaktól vagy a hajótól, és bele kell ugrani a tengerbe. Vállalván a veszélyt, hogy az addig kifogandó tengeri szörnyek egyike esetleg megkerül és megesz téged.
Tehát a saját karmádra nem tudsz úgy felkészülni, hogy na majd én a kis betonbiztos mikrotenger alatt járomban majd lemegyek és körülnézek. Ez az analitikus út, amikor lemész a tudat mélyére különböző elméletekkel és fegyverzetekkel felszerelve, és interpretálsz, és analizálsz, és szelektálsz, és akkor az a realitás, amit te szeretnél. És így jutottál rájössz, hogy pont ez az önvédelem az, ami az akadály. Pont ez az, ami az utadon a haladást lehetetlenné teszi. És hogyha egyszer tényleg őszintén magadban nézel, akkor látod azt a hatalmas, több száz életnyi hegyet, ami a karmádnak az összessége. És ez egy idő után szerényé tesz. Egy idő után az úton való haladást előbbre teszi mindenféle külsődleges önmegvalósításnál. És ekkor tudsz igazán őszinte lenni magadhoz és másokhoz. Az igazi kérdés nem az, hogy pontosan kívül merre mész, hanem az, hogy érett vagy-e, éber vagy-e, úton járó vagy-e, tudtál-e önzetlennek lenni annyira, hogy a másik ember sorsa van olyan fontos, mint a tied. Úgyhogy ezek alapvető együttérzés és nem kettősségeken alapuló bölcsességgyakorlatok. És hogy azt az interjú szobában átélitek, azok nagyon komoly helyzetgyakorlatok, tehát színész és rendező legyen a talpán, aki azt ugye egyszerre átlátja, hogy egy koan helyzetében mi van. De ezek a szerep nélküli játékok. Az egyéválás szerep nélküli játékai. Ha játszod, akkor a játék maga jelenti az akadályt, a megoldás elől. Sohasem azt mondom, hogy játszd el. Én azt mondom, hogy csináld meg. De azt, hogy válj egyé vele, azt hallod a legtöbbször. És ez az egyéválás az, ami a saját egókérgedet szépen fosztja le magadról. És néha ez elképesztően kemény. Mert hogyha nem vagy képes úgy elengedni, hogy a vedlő kígyó a külső bőrét, akkor úgy érzed, mintha valaki megnyúzna. Hogyha a legkedvesebb gondolataitól és érzéseitől akar valaki megszabadítani akaratod ellenére. De nem ez történik, hanem egyszerűen az történik, hogy megpróbálunk a dualisztikus rétegek mélyén valami egyebet, valami tisztát találni, ami jobb hiány az intuitív bölcsesség, és az alapján szerepmentesen az egyéválást átéled, és megoldod azt a helyzetet, azt a kapcsolatot, megtalálod azt a cselekvést, amit gondolkodó vagy érzelmekhez ragaszkodó tudattal nem lehet. Úgyhogy mindenki szerepet játszik. És hogyha észreveszed, akkor előbb-utóbb rájössz, hogy jó vagy rossz színész vagy, és ezért színház az egész világ. És utána, ha fel tudod adni a játék kényszerét, akkor rendező is lehetsz. És hogyha fel tudod adni a rendezés kényszerét, akkor utoljáró is lehetsz, akkor már nem akarsz semmit se csinálni. Se közvetlen, se közvetett módon. Ezt hívják a taoizmusban annak, hogy belesimulsz a létbe, vagy egyé válsz az úttal. És ez az állapot, ami nagyon egyszerű, nagyon tiszt és kívülről alig észrevehető, de belülről pedig leírhatatlan. Úgyhogy ezzel tudunk segíteni magunknak és másoknak egyaránt. Már akkor segítesz, ha rájössz, hogy a szerepet nem magadnak játszod, és nem pusztán egy ilyen fürdőszoba tükör előtt, hogy megpróbálom beizzítani magam, hogy jól nézzek ki. Jó. Hanem másokkal, másokért tesszük mindezt. Van esetleg kérdése bárkinek így az élet nagy színházáról, a zenrendezésről, vagy egyéb ilyesmiről? Hogyha úgy érzem, hogy eljutottam egy olyan helyzetbe a gyakorlat során, mint ami megtörtént, hogy úgy érzem, hogy túltelített az oldat, hogyha ez a fogalmazás megfelel ide, de ez jut eszembe hasonlat. Tehát most úgy érzem, hogy bármivel próbálkozom, valahogy nem működik. Tehát gyakorolom egy ideje az útonjárást, és kezd kialakulni, vagy nem is kezd kialakulni, hanem van egy erős, amit nyilván a karma diktál,
egy ilyen hitevesztettségi kampány. Tehát egyszer csak elkezdeni, most már, mintha az ember úgy kijátszotta volna magát, vagy egy házasságba kiszeretkezte, vagy szerelmeskedte volna magát, és úgy érzi, hogy kezd ez a dolog kihűlni, és még keresi, hogy mi az, ami olyan, mint az, vagy mi az, ami életbe tartja. És eljut egy olyan pontig, vagy eljutok egy olyan pontig, hogy túltelítetté válik az oldat, és egyszerűen már így moccani nem tudok, mert azt érzem, hogy minden egy ilyen kudarc, tehát már csak rakom rá, és még telítettebb lesz, és semmilyen megoldás nincsen, hogy valójában a psziché ilyenkor hogyan működik, és mi a karma és a psziché közti kapcsolat ilyenkor, tehát hogy ez valójában hogy néz ki egy ilyen krízis. Szeretném egy réteg hasonlattal ezt illusztrálni. A fölfelé menő az, amikor ugye a repülőgép felszáll és eléri ezt a mondjuk 1500 és 3500 közötti általános ilyen felhős, kicsit turbulens réteget. Van fölötte is, meg alatta is, de 1500 és 3500 között biztos, hogy valami kis ilyen dobálódzás lesz. És addig nagyon világos volt minden, onnantól kezdve csak műszerek vannak, amíg a felhőssávot át nem ütötted, addig nem látsz ki belőle, nagyon sűrű, ilyenkor mindenki egy kicsikét úgy rezeg a repülőn, és mi egy fölértél ilyen 3500, néha 4000, de 6000 fölött biztos, de a felhők fölött minden rendben van, és eléred az utazó magasságot, olyan 11-12000, és ott pedig már szinte semmi ilyesmi. Úgyhogy a pszichének a mélyebb rétegei, azok nagyon-nagyon komoly tartalmakat hordoznak, ez a maradvány karmád. Ez még nem is olyan, amit minden nap életben látnál manifestálódni, ezek ott hátulról tolják az archetípusok a tudatküszöb fölé, ugye, a különböző impulzusokat, és mihelyt te ide leérsz, akkor ugye Alice csodaországban is körülnéz, hogy úristen, hát én nem ilyen lovat akartam, hát én nem erre szerződtem, de hát mégis ugye ez van, mert mélyebb igaziből magadat szeretnéd megismerni, és ehhez nem csak szufi meséket érdemes olvasni, hogy jutsz át a saját barlangodon és a hímes, gyönyörű tárgyakon keresztül, és hogyha megérinted őket, akkor megbénulsz, kövé válsz, és a legutolsó pici kis rézlámpát ugye elő kell venni, kihozni a napfényre, és ott megdörzsön, és akkor a dzsinn előjön belőle. Tehát ez az orfeuszi mítoszoktól kezdve a szufi meséken át a különböző állítólag más egyéni ember alkotta mítoszkörök, lásd Gyűrűk ura és egyéb történetek, ezeket mind leírták, mert a pszichénk valahogy ilyen. Tehát az archetípusok így működnek, a tudatunk mély szerkezet az pontosan ilyen, ahogy leírtad, az a külső kapcsolatainkban is ilyen, a belső utoljárásunknál is ilyen. És van egy állandó motivációs mondat, ami mindig keresztül visz az ilyen állapotokon, az, hogy nem magadért csinálod, minden érzékszervekhez kötött lényért csinálod. Ha csak magadért csinálnád, már rég abba hagytad volna, és ezzel nagyon sokan így vagyunk. De hogyha másokért, akik még egy sokkal kötöttebb, fedettebb, kábultabb, illúzióktól terhesebb világban élnek, azokért érdemes, hogy nem tudod, mi van az alagút végén, csak azt tudod, hogy menned kell. És hogyha magadért nem mész, menj másokért, a szeretteidért, a családért, a társakért, a gyerekeidért. Tehát menj azokért, akiknek használsz, hogyha tisztában jössz vissza. Istuhoz szeretnék kapcsolódni, hogy talán egy kicsit másik szemszögből én is szoktam ezt érezni, vagyis hát talán éppen most is érzem, de az a tapasztalatom, hogy ez az út olyan, hogy vannak benne ilyen intervallumok, vagy hegyek és völgyek, hogy sokáig semmi, és akkor az ember úgy érzi, hogy így csak megyek és semmi, és nem semmi, és egyszer csak történik valami. Tehát ilyen váratlan helyzetekben, mintha jönne egy hegy szembe, amit meg tudok mászni, és amin át tudok kelni, és akkor megint úgy érzem, hogy egy kis lépcsőfokot tudtam előrelépni. És akkor lehet, hogy utána megint jön egy hosszú szünet, amikor nem történik semmi. És még egyet szeretnék ezen kívül, hogy amikor ugye felmerül a nagy kérdés, hogy
tulajdonképpen miért is vagyok itt, akkor, akkor az első mindig az, hogy hát azért, hogy akkor fejlődjek, és akkor majd ez lesz velem, meg az lesz velem. És akkor kiderül, hogy ez kell, de ez csak egy eszköz. Egy eszköz arra, ami egy valódibb feladat, és akkor, amit mondasz, akkor arra gondolok, hogy hát akkor mindezt másokért tenni. Mi a kérdésed? Az, hogy úgy tűnik, mintha még ez is csak egy eszköz lenne néha, hogy másokért, ő érte is, minden érző lényért. És az a kérdésem, hogy úgy tűnik, mintha az igazi feladat valami olyasmi lenne, amit úgy fogalmaz meg az egyik szúzra, hogy forogjon folyamatosan a tankereke. Hogy ez mit jelent? Hát pontosan ezt jelenti, amit mondtál, hogy benne maradunk abban, hogy másoknak segítve élünk. Tehát a dharmát gyakoroljuk, éljük, és a mindennapok szintjén átadjuk másoknak. A mindennapi cselekedeteinkkel, gondolatainkkal, érzelmeinkkel, beszédünkkel. Az, hogy formális alkalmakon megjelenik, mint például itt és most, így a dharmateremben, az egy unikális dolog ahhoz képest, hogy mennyi minden módon tudunk az embereknek segíteni a mindennapi életben. Úgy, hogy a dharma nem jelenik meg jobb is. Szemet szúrna. Sok ellenállást vártana ki. Amikor azt olvasod Sun Tzu-tól, hogy csak cselekedj, just do it, az pontosan azt jelenti, hogy te ne jelenj meg, mint tanító. Épp elég baj az, hogy ennyi ugye, rétegen és személyiségen keresztül kell tanulni. De ezzel a hibával is ugye, valamit tudunk segíteni. Ugye a tanító formálisan megjelenik. Ez miért? Miért van rá szükség? Úgyhogy amikor azt látod, hogy te kvázi segíteni akarsz, vagy tanítani akarsz, akkor ott valami már hiányos. Vagy valami túl sok. És a fejlődésre szeretnék ezáltal reagálni, hogy tudjuk-e fejleszteni az eget? Tudjuk-e kékebbé tenni? Tudjuk-e a földet kerekebbé tenni? Jó, tehát ezt azért teszem fel ennyire kaján és karakán módon, mert az ember mindig valahol a meghaladás szentséges nevében fejlődni, gyarapodni, terjedni, hódítani, egyebet akar. Kvázi a maga képére formálni a világot. A zen az nem ebben az irányban megy. Tehát nem a magunk képére akarjuk formálni a világot kívül, hanem a magunk képtelenségeit szeretnénk elvenni belül. És ehhez nem nyereség kell, és újabb rétegek magunkra rakása, nem illúzióvesztés. És az illúzióvesztés az mindig egy keserű műfaj, mert nem lehet benne ígérgetni, nem lehet benne reményt és félelmeket kelteni. Az illúzióvesztés az csak azért éri meg, mert arra egyébként sem tudnál támaszkodni válsághelyzetben. Az illúziók azért illúziók, mert nem valóságosak, amikor tényleg a valóság talajára van szükséged, valóságos emberi kapcsolatokra, jó barátokra van szükséged, amikor beteg vagy, amikor válságban vagy, akkor illuzórikus kapcsolatokban nem lehet bízni. Amikor a világról illuzórikus elképzeléseket alkotsz, akkor válsághelyzetben azokra nem lehet döntést alapozni. Nem lehet helyes irányt megszabni. Az illúzió veszteség az tisztulás. Csak nagyon kevesen fogják föl, hogy ott tisztulunk, és közben pedig aggatjuk magunkra a spirituális flastromokat. És felékszerezzük magunkat a buddhista, a zen és a különböző ilyen tudások gyönyörűséges ékszereivel. Lao Tse ezt nagyon komolyan megmondta, a jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Tehát önmagadba mélyen lefelé vezet. És ezért sem törekszik a zen olyasféle népszerűségre, hogy itt ilyen hatalmas mennyiségi szemlélettel, itt százak és ezrek hallgassák azt a mennyei mannát, amit a guru oszt. Jó drágán. Tehát nincs ilyen. Se szerepben, se funkcióban, se kapcsolatban nincs ilyen. Nem lenne igaz.
épp ezért van az, hogy nem tudunk fejlődést ígérni, tisztulást igen, nem tudunk boldogságot ígérni, de melléktermékként, a gyakorlat folyamányaként harmóniát igen, hanem rontod el. Ez a tudat által teremtett világ, ez az egyik legkeményebb dió, mert a világot tudni végig ismerni végig, de a saját tudatunkat azt úgy, csak úgy szegről végre. És hogy ez a tapasztalat meglegyen, ahhoz kell nagyon sokat dolgozni, és eltakarítani a buánot, ami lerakódott a lélekre keményen vastagon. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Azt szeretném kérdezni, hogy miért pont a hangokkal dolgozik az ember, nem mondjuk az érzéssel? Az a legolcsóbb. Kicsit bővebben. Nem kerül semmiféle pénzbe, hogy hallgatod a csendet vagy a hangokat. Komolyra fordítva a szót, ezekkel a központokkal, hogy gondolat, beszéd, érzelem, egyéb érzések, ezekkel többé-kevésbé tudatosan tudunk bánni. Megtanulhatjuk lejjebb és feljebb csavarni a potmétert gondolatilag, több vagy kevesebb érzelmet táplálni, érzelmekkel érzelmeket módosítani, ismerős, gondolatokkal gondolatokat enyhíteni vagy felturbózni. A tér és a hallás érzete az sokkal jobban összefonódik, mint mondjuk a tér és bármi más érzékszer. Persze a vizualitás rögtön ott van mellette, de ezt azért mondom, ezt a gondolatsort, hogy lásd, hogy a hallás az az egyik legspontánabb működő és legkevésbé befolyásolható érzékelési folyamat. És ott a legkönnyebb belátni, hogy ha van hangzás, ha nincs hangzás, a hallás maga ugyanaz marad. Tehát nem szűnik meg a füled attól, hogy csend van. És éppen ekkor láthatod azt be, hogy a szemed nem szűnik meg attól, hogy éppen nem lát semmit. Tehát a tudatod nem szűnik meg attól, hogy nem gondol semmit. A lelked nem szűnik meg attól, hogy épp nem érez semmit. Csak megszűnik generálni a karmáját, és megszűnik állandóan egy tárgyban, tárgyasságban, érzékszerviségben létezni, és visszatér igazi önvalójához. A másik az a hangzás és a gondolat kapcsolata. Minél erősebben gondolkodsz, annál kevésbé hallod a hangokat. És minél tisztábban és folyamatosabban hallod a hangokat, annál kevésbé avatkozik be a saját gondolkodási folyamatod, és egy ilyen kis sistergéssé, aztán pedig semmivé eloszlik és kész. A szép ebben az, hogy ez nem egy elnyomás vagy elfolytás eredménye, azt tudjuk a modern pszichológiából, hogy az nem jó, tehát nem folytjuk el, nem nyomjuk el, mi csinálunk, kivesszük belőle az energiát, és máshova tesszük, ezt hívjuk transformációs tapasztalatnak. Kezdődhet a transformáció a színpadon is, hogy egy szerepet másképp kell megformálni. De amikor a gondolataidat másképp formálod meg, vagy az érzelmeidet, és egyikről a másikra áthelyezed az energiát, vagy mind a kettőről leveszed, és a nem keletkezőre és nem múlóra teszed az energiafókuszát, tantien, ugye, nulladára csakra, akkor alapvetően átértékelődik a léted. Alapvetően átértékelődik az, ahogy a világot tapasztalod. És a hallás, mint a meditációnak a tapasztalata, ez azért fontos, mert akkor semmilyen más képzett egyéni karma nem szólt közbe, hogyha te tisztán hallod a hangokat, és aztán mindenki tudja, aki az instrukcióinkat végighallgatta, hogy a hallás ez nem így, mint a lepkegyűjtő kis hálójával, így megy a különböző hangok után, és akkor egy kis madárka, ott az autó, ott nekiütött egy katica a búrának. Tehát nem hajkurásszuk a hangokat, engedjük, hogy a hangok jöjjenek hozzánk. A hang, mint fölfogás, vagy a csend, mint fölfogás, tehát tényleg csak egy kapu a mélyebb percepció felé. Amikor arról beszélünk, hogy tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, olyan tudattal élj, az ott kezdődik, hogy a hangokra kezdesz el fókuszálni. Egyszer csak látod, hogy itt van egy olyasféle tér, amit eddig nem vettél észre. És ez nem az, hogy számoljuk meg a sarkok, ez nem az XYZ tenger. Ez az itt és most világos tapasztalatából következő tér, ami belül és kívül ugyanúgy működik.
a tudatot tere, és ez a fizikainak látszó tér ugyanazt tudja, ugyanazok a törvényei, ugyanaz a megjelenés és eltűnés mechanizmusa. És elkezded látni azt, hogy a dharma az nem pusztán személyre szabott, hanem mindenre és mindenkire érvényes. És ennek a térnek a tapasztalata következik abból, hogy a hangokra figyelsz, és aztán megtapasztalsz valami nagyobbat, mint a hangzás. Egy olyasféle teret, ahol a hangok megnyilatkoznak. Egy olyasféle belső tudati teret, ahol a gondolataid, az érzelmeid manifestálódnak. És ezt rossz szóval ürességnek hívják, de ezt azért már is törülgettem meg magamat. Az üresség az egyik legrosszabb fordítása a súnyata fogalomnak. Teli üresség vagy üres teljesség néven már egy kicsit közelebb állok hozzá az eredeti jelentéshez, de hát inkább csak itt. Ebben a pontban lehet tapasztalni. És azért meditálunk, hogy ne állandóan ütni kelljen a padlót, mert volt tudod a fütyös bolond, aki a Margit szigetén, és ilyen nagy bőrkabátba, és így mindig ütögette a megállók az oszlopait. Valószínűleg keresett valamit, csak már az eszköz fölülírta a célt. Úgyhogy vannak ilyen útkeresők is. Úgyhogy maradjunk a hallásnál, mint kicsit konszolidáltabb formális meditációnál, és tényleg váljunk azzá, ami ez a pillanat. És ez egyszerű és tiszta, és tényleg mentes élettől és haláltól. Tehát valójában mi kell? Tényleg az kell, hogy megtaláljunk valamit, ami az élet és halál körforgásán túl van. Ami az egyénen és a társadalmon túl van. Ami a különböző születés és halál hánytorgásokon túl van. És akkor elértünk valamit, amiben érdemes megmaradni, és onnantól kezdve, hogy milyen képességeid, milyen karmád, milyen egyéb jövésed, menésed van, az másodlagos. Nem jelentéktelen. Tehát tudatosan nem romboljuk magunkat. De ha gyakorlunk valamit, ha valamit identitásként magunkkal viszünk, azt ne egy vaskemény egókényszerből tegyük, hanem azért, hogy valami többet tudjunk felmutatni, mint puszta önérvényesítés. És lehetőleg amit elmondunk naponta többször, hogy minden inkarnációban minél hamarabb találjunk rá a megvilágosodás ösvényére, akárhogy is nevezik azt. Mert ha visszanézel előző pár évtizededre, ahogy azokat éltük, senki józan állapotában, abban a tudatállapotban nem akar visszamenni. Nem is tagadja meg, nem is ítéli el, látja, hogy miből mi lett, hogyan következett a múltból a jelen és ebből a jövő, de ugyanabban nem akar visszamenni. Még úgy sem, hogy addig visszafelejt. Még úgy sem. Úgyhogy továbbra is hallgassuk a hangokat és a csendet. Új kérdés, mennyire fontos a hit? A hit az nagyon fontos, főleg az ilyen nagy tömegű földművelésnél, mert a hit az hegyeket mozgat. Képzeld el, hogy ilyen több ezer köbmétert így egyszerre. A hit az azért fontos, mert kijelöli az energiádnak és a tudatodnak az útját. Azt mindenki tapasztalta, hogy a legirracionálisabb, néha legbetegebb ötletet, ha az ember így maga elé tesz, és azt mondja, hogy én ez vagyok, én ezt megcsinálom, én azért az életemet adom, én ezt feltétel nélkül is véghez viszem. Olyan energiák tudnak létrejönni, hogy ez van, hogy páratlan. És abban az erőfeszítésben, abban az energia befektetésben átlényegülsz. És megvalósítod akár a legőrültebb célt is. Miért? Mert 100%-ig hittél benne. Tehát a hit az egy önbeteljesítő profécia, egy olyasféle irányvétel, amiben te a saját énségedet feloldod, elégeted, a benne lévő összes energiát beleinvestálod. Hogy Jung azt mondta, hogy transzcendens gyakorlat, tapasztalat nélkül maradandóan egyik trauma sem gyógyítható. És ezt azért mondom, mert ne én mondjam. Tehát ha nem törekszünk arra, hogy haladjuk meg az érzékszervi síkot, ha nem törekszünk arra, hogy a karmánkat ugye, az eredőjéből lássuk, azaz ebből a pillanatból. Akkor lehetünk mi akármilyen jó emberek és hasznos tagjai a társadalomnak, a saját vakfoltjaink előbb-utóbb lehetőséget adnak hibára, akár saját, akár látszólag külső hiba, de az ugyanaz.
Tehát csak azt lehet veled elkövetni, amit te titkon elkövettél magaddal. Úgyhogy amikor ez nyilvánvalóvá válik, hogy valamilyen módon meghaladandó az érzékszervi, és itt már ekkor szoktak az emberek totál beborulni valami vallásba, és akkor ilyen különböző ruházmányokban, meg könyvekkel, meg egyebekkel szaladgálni jobbra-balra, hogy én ilyen és olyan módon újjászülettem, más lettem, mint ami vagyok, és látod, hogy hát valójában nem lett más, csak egy újabb réteget vett magára. Na, ezt hívjuk vallásos önvédelemnek a transzcendens átlényegülés helyett. Tehát nagyon sok ilyet lehet látni, és az a legszebb, amikor ez az önvédelem is, mivel egókéreg, azonnyomban törik. Az azonnyomban az tartott egy év, 10 év, 15 év, teljesen mindegy, de mihelyt megszilárdult, mihelyt énség lett belőle, már azonnyomban tört is. Nincs kérdés. Miért? Mert tudod, hogy egy vaskemény identitás, látod, érzed, tapasztalt, és onnantól kezdve csak időkérdés, hogy lesz-e valami, ami bezúzza, be is fogja, ha más nem, akkor a halálnak az a pillanat, amikor rájössz, hogy egyetlen darab dogma és ortodox nézet sem fog megmenteni tőle. És nem az van, amit súlykoltál magadba, meg engedted, hogy mások súlykoltak magadba, ami egészen más történik. Ezért a bigottak a leginkább veszélyeztetettek a halálfélelem ügyében, akkor kezdenek el remegni, amikor így hámlik le róluk az összes olyan dolog, amit addig magukba gyöveszöltek, és csak ez van, mert én ezt így hiszem, és stb. Tehát a hit az itt is ugye működik, csak egy illúzióra vetített hit. És épp ezért ennyire ön- és közveszélyes az ilyesmi. Én azt szeretném megkérdezni, hogy itt olvastam, hogy a Szungszán zenmesternek is a könyvét, a zeniránytőjét, és ugyanazzal a gondolattal találkoztam, hogy két-három dologra figyeljen az ember az élet során, hogy legyen kedves mindenkivel, legyen segítőkész és törődő, és minden más magától megoldódik. Így van ez? Hogyha a belső indítatás szeretetteli, akkor az kívül nagyon sokféleképpen megjelenhet, de az alapenergiája, az alap szándéka nem változik. Tehát az a fajta kedvesség, ami hát egy... Na, ez a kedvesség, ez ölbutít és nyomorba dönt akkor, ha valami helyett alkalmazzuk. A kedvesség az egy nagyon szűk határ. Ez egy nagyon kicsi szerep. De az, hogy önzetlenül segítve, és tényleg a szeretet belső energiájával és irányultságával viszonyuljunk emberekhez, ez ön és társadalom javító. Ez biztos. Ennyi? Nem elég? Hát... Csalódást okoztam, rövid válasz. Igen. Látod. Néha jobb, mint a hosszú. Mit szeretne megkérdezni? Hát a kérdést, hogy ennyi elég? Ja. Házi feladatnak, hú-hú, életekre kitart. Hányszor veszítjük el magunkat, hogy ja Istenem, már megint el akartam törülni a föld színéről, pedig csak egy kicsit haragudtam meg rá. Tehát nagyon sokszor volt van ilyen. Az, hogy önzetlenül segítve, szeretetteli módon, úgy, hogy ez nagyon sokféleképpen megnyilvánul, ez életekre szóló házi feladat. És minél hamarabb felismerjük, annál jobb. Mert állandóan bekeverjük magunkat abba a mocsárba, amiben a karmánkat követve megyünk bele, és közben panaszkodunk, hogy itt bugyborékol, meg sáros, meg megfulladok, meg nem tudok létezni, holott én nyitottam ki a metáncsapot, és ugrottam bele az iszabba, és csavarom a himert magam köré a különböző vágyal, haraggal és téves nézetekkel. Ez hatalmas életfeladat, inkarnációról inkarnációra. Az önminősítés és mások minősítése pontosan ilyen, mint hogyha egy nagyon buta pilóta leszólna a rádión, indíthatjátok a földlevegő rakétát. És ezzel lelőtted a saját jó szándékodat, a saját kitartásodat, a saját önzetlenségedet, mindent. Miért? Mert elkezdtél másokhoz viszonyítani. Elkezdtél mások alapján magad és mások fölött ítélni. És innentől kezdve az egész borult és lángolva zuhan le a jó szándék, és indul a panasz áradat, az áldozattudat, a különböző kényszerreakciók, pótcselekvések, és gyakorlatilag darabokra esik szét az, amit csináltál. Amikor arról van szó, hogy a külső ponton
az emberek véleményéből, a világ reakcióiból akarod az utadat összerakni, az katasztrófa. A másik szélsőség az, hogy nem hallasz meg, és nem látsz meg senkit, és nem vagy hajlandó visszajelzéseket észrevenni. Erről sincs szó. Tehát vedd észre a visszajelzéseket, de azokat a tudatokat is lásd meg, hogy honnan jönnek azok a vélemények és visszajelzések. Tehát egyszerre az alanyt és a tárgyat. Jó? És akkor van az, hogy a visszajelzések alapján és a belső érzetek alapján a tudatok és a tárgyak, a karma és a dharma együttes látásával meg tudod határozni a világot. Hogy valójában egy adott pillanatban mi a helyes. Visszaszólsz vagy nem, vitatkozol vagy nem, te oldod meg vagy hagyod, hogy mások megoldják. Ezek mindennek a pillanatnak a tisztaságától függenek, és attól, hogy mennyire függsz mások véleményétől. Tehát ne függj mások véleményétől, de lásd a másik embert. A kettő között egy világnyi különbség van. Tehát lásd meg a másik embert, lásd meg a tudatát, a lelkét, honnan jönnek a szavai, és ne ragaszkodj a szavaihoz. Ha elkezdesz ragaszkodni az emberi szavakhoz, pillanatokat szétesel. De mindenki mindent mond. Egyszerre hallasz, hogy Berem, ez nagyszerű, és az ember ez meh, stb. Ez gyakorlatilag pár másodpercen belül, hogyha megfelelő pontokhoz nyúlsz, megkapod. Valójában mi az ok és okozati összefüggés az életedben? Ezen összefüggések sorozata merre visz? Az esemény és következmény sorozata milyen irányt jelöl ki? Ez ami valós. Az összes többi vélemény, a sajátodat is beleértve. Tehát nem panaszkodunk. Felesleges. Nem hozunk ítéletet mások fölött azért, mert nem úgy csinálják, nem úgy látnak minket, nem szeretnek vissza minket, nem veszik át a terhet, stb. Stb. Nem. El tudom vinni? Elviszem. Helyes irányba viszem? Igen. Majd csatlakoznak azok hozzám, akik megosztják ezt a terhet, mert ők is ebbe az ajánlba szeretnének menni, és ők is tehervívők. Ez egy komoly belső elhatározást és belső tudatosságot kíván, és az gyakorlat egy nagyon jó terep arra, hogy ezt kifejleszd. Úgyhogy hajrá előre. Jó? Két rövidet szeretnék kérdezni. Az egyik, hogy ők kik? Gyonghol Szunyim az első, Mangong Szunyim a második, középső, Kobong Szunyim a harmadik, és mellé egyediknek Szumszán Szunyimot kellene képzelni, mert ő az, aki a mi közvetlen tanítónk, aki az én mesterem volt, az ő tanítója volt Kobong Szunyim, az övé Mangong Szunyim, és előtte Gyonghol Szunyim. Gyonghol Szunyim előtt vannak nevek, de alig emlékszünk rájuk. Tehát Gyonghol Szunyim volt az, aki a 19. század második felében a koreai zent gyakorlatilag kihozta, azt mondanám, az ismeretlenségből a publikus ugye, tanítás szintjére, addig konfuciánus évszázadok alatt teljesen láthatatlan módon adódott át a tan. Nevek vannak, de úgy nagy jelenségek egészen több száz évvel azelőttig, Szoszánig és Csinulig nem nagyon. Tehát itt a történelemben el vannak helyezve, Hojo, Csinul, Szoszán, Tésza, Wonhyo, Wisang, tehát ezek itt a századokban elosztva, mint ilyen szikrák. De Gyonghol Szunyimtól folyamatos az egész. Ő az, aki szinte tehát a nagy öreg, aki kijött az erdőből. És utána van Mangong Szunyim, aki több mint 114 inkát adott. És nagyon sokat világiaknak. És az ő vonala, Kobong Szunyim, és Songdam Szunyim, és egyebek, nagyon-nagyon sokféle ugye módon adták át a tant, és az egyik szerzetes a szudokszai familiából, Kobong Szunyim, akinek szerzetes számára történő átadása csak Szumszán Szunyim volt. Mindenki más vagy szerzetesnő, vagy pedig világi. Őt fogadta csak el, mint szerzetes a tanítványt. Az a koan, amihez már egy páran eljutottatok, hogy az egér macska eledel teszik, de a macskatál el van törve, ez mit jelent? Ez Kobong Szunyimnak a koanja, és úgy, hogy Szungzán Szunyim elérte azt, amit elért, úgy 50 percig ültek egymáshoz szemben, mint két oroszlán, és akkor csak puffa végén megjelent, és akkor volt meg a teljes tanácsadás, úgyhogy már előtte pár zenmestertől megkapta. Úgyhogy ez egy ilyen átadási vonal, hát nem könnyű kenyér. Bármi más kérdés?
Nekem az egymás közötti bizalommal kapcsolatban van kérdésem. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak a magánéletben, hanem pedagógiában is nagyon fontos az, hogy ha valakitől szeretnék valamit, akkor vonatkoztassak el a múltbeli kudarcoktól. Tehát, hogyha azt szeretném, hogy a jövőben el tudja érni azt, amit kitűztem célnak, akkor csak azt mondjam neki, hogy mit szeretnék. És ezt vetítsem elő, hogy minden egyes alkalommal van lehetősége arra, hogy ő kijavítsa azt, amit a múltban elrontott. És én saját magamban, miután tudom ezt, hogy a múltbeli dolgok, hogyha szóba kerülnek, akkor az valahogy milyen szinten a tudatomban úgy jelenik meg, hogy egy ismétlett lehetőség a kudarca. És mégis előfordul, hogyha meghallom azt, hogy mi volt nekem a múltban, és én elhatároztam, hogy én ezt meg tudom oldani a jövőben. És holnap elkezdem, és meg szeretném oldani, és meghallok egy olyan mondatot, ami visszautal a múltra, akkor bennem ez úgy szokott előjönni, hogy már megint a múltat hallom, de ez már nem igaz, de én szeretném ezt megcsinálni, és akkor jön az a kutya a farkával, amit mondtál, hogy a kutya kergeti a saját farkát, közben ott lenne a feladat, hogy meg kellene oldani, és akkor időnként ez keveredik egymással, hogy amikor hozzáfogok a feladathoz, akkor kínlódás a vége. Hogy én ezen hogy tudok fölülemelkedni ilyenkor? Idézz föl egy képet, ami a jégen sétáló ember tragédiája. Odaér egy épp csak befort léghez, és beszakad alatta a jég, és elmerül. Ez az, amikor visszazuhansz a múltba. Tehát ne sétálj arra, ahol lék van, és épp csak ugye behegett. Ez az első. Tehát nem szabad olyan társaságba, helyzetbe kerülni, akik puszta tudatlanságból, kényszerből visszahozzák a múltat. Felesleges. Ha ezt nem tudod kikerülni, akkor viszont egy nagyon komoly, egyébként is szükséges mondattal gyógyítsd meg magad, ami arról szólt, hogy a múltnak vége van. Tehát az a kör, aminek a trauma állt a középpontjában, az teljessé vált, és a benne való mozgás megszűnt. Már nincs több energia benne. A leckét megtanultuk, a tanulságot levontuk. Vége, azért vége, mert nem gerjesztem tovább. És észreveheted, hogyha a gondolatod belemegy, pusztán a tehetetlenség miatt, a szokás hatalma miatt, akkor éberen vagy vissza tudod magad húzni belőle, és visszatérsz a gondolkodás elé, ekkor hasznos ám a tapasztalat, vagy pedig megkérdezi a benned lévő kis őrszemélyedet, hogy megint akarod? Ismét elkezded? Újból kell? Tehát, hogyha a Buddha hasonlatával élünk, az emberek többsége úgy viselkedik, mint a gyerekek, akik játszanak az égő házban, és nem akarnak kijönni, mert olyan jól játszanak. De aki már egyszer fölismert egy általad említett citut, akkor az már ebből a szempontból kijött az égőházból, és ott ég a múlt. És az igazi kérdés az, hogy vissza akar-e menni. Tehát a jeges hasonlat után egy kis tüzes is kell. Tehát le akarsz-e süllyedni a jég alá, vagy vissza akarsz-e menni az égőházba? És hogyha a tudat eleget gyakorolt, és kellő egészsége van belül, az egészség és egyéválás az itt ugyanaz, akkor nem akar visszamenni a múltba, mert látja, hogy ott nincs megoldás, hogy csak állandó ciklusok vannak, és ilyen kényszerű ismétlődése annak, amit már úgysem lehet megváltoztatni, mert elmúlt. Ami következmény szinten a jelenben itt van, azzal természetesen foglalkozunk. Az nem a múlt, az ez a pillanat. A múlt az azért múlt, mert elmúlt. Ami következményben átjön ide hozzánk, azzal kell törődni. Ezért mondja a Gyémánt Szutra azt, hogy a múltra, jelenre és jövőre szakított tudat nem érheti el a felébredést. Mert állandóan szét van szakadva, tehát egészségtelen. Most nézd meg azokat, akik állandóan a jövő fantazmagóriáiról beszélgetnek, és ugye túlságosan konkrét és egyedi és speciális a jövőképük, az emberek azt gondolják, hogy kicsit meg vannak zakkanva, és lehet, hogy igazuk van. Hogy akik állandóan elmerülnek a múltban, és a múlt különböző interpretációit görgetik maguk előtt, és rád akarják erőszakolni, hogy már pedig az úgy volt! Tényleg? Hát lehet, hogy te úgy gondolod, és úgy élted át, de más szempontjából nem biztos, hogy az úgy volt. Egyet tudunk, volt, tehát elmúlt. Tehát minden és mindenki, akivel dolgod van, az ebben a pillanatban itt van. Ennyire egyszerű. És ezért nem kell visszamenni a múltba, nem kell előre menni a jövőbe,
ebben a pillanatban az összes karmának az irányát egyszerűen tisztán meg tudod határozni, és akkor van energia feladatra. Ha nem szivárogtál el se vissza, se előre. Még több gyakorlás szükséges. Köszönöm. Szívesen. Én gyerekekkel foglalkozom, és jó néhány gyerekkel az a tapasztalatom, hogy annyira tele van a fejük mindennel, és annyira feszültek, hogy gyakorlatilag, amit mi szeretnénk tőlük, mint felnőttek, el sem jut hozzájuk. Hogy én ilyenkor hogy tudok nekik segíteni? Tehát amikor van 30 percem arra, speciális esetben egyedül van a gyerek nálam, de abból 20 percig azzal foglalkozunk, hogy hogy üljön és mit csináljon, akkor én hogy tudok neki abban segíteni, hogy a feszültségekkel oldódjanak, és valamilyen szinten mégiscsak hozzáfogunk ahhoz, amiért mi ott vagyunk. A szavaidból úgy veszem ki, hogy nincs lehetőség arra, hogy akkor egy sétát tegyetek a természetben, és kiszellőztesse egy kicsit a fejét. Ez egy városi környezet, időben és térben határolt környezet, így van? Jó, játék. Amikor kell egy olyan játék, ami instrumentálisan leköti, és fókuszálja a figyelmét valami tárgyra, vagy egyszerű tárgycsoportra. Első 5 perc. És akkor ez egy picit fókuszálja, és összpontosítja, és a zajt egy picit kívül tudja hagyni. Amennyire fontosnak és elengedhetetlenek tartom az információszabadságot, hogy áramoljon elektronikusan, nyomtatottan, bármi módon, és ennek nem szabad határt szabni, olyannyira tragikusnak tartom, amikor az emberek felelőtlenségből túltöltik magukat, és képtelenek figyelni. Képtelenek befogadni. Képtelenek a másikat észrevenni. És ilyenkor, hogyha mint pedagógus fellépsz, akkor a gyerek korcsoport függő természetesen, hogy milyen játékkal és milyen gyakorlattal, de egy tisztelt tudatállapotba hozható. Rengeteg ilyen drámapedagógiai eszköz van erre, hogy megélje az interakciót másokkal, megélje azt a teret, amiben van, megélje az érzelmeit és a gondolatait, és ez mind a pillanatba visszahozza, tudod? Tehát a rendes pedagógiai ugye, óraanyagon kívül és módszereken kívül valószínűleg egyébre is szükség van ahhoz, hogy a tanítvány figyelmét idehozd, mert a szabadságnak nem kéne káoszba fordulnia, de amikor túladagoljuk magunkat nullákkal és egyekkel, vagy egyébként audiovizuális dolgokkal, akkor nagyon könnyen el tudunk szállni, mert elvisznénk el Disneylandbe, és nem is akarunk visszajönni onnan. Úgyhogy találd meg a módszert, hogy hogyan tudod a gyereket visszahozni. Ha elég nagy, akkor már a légzés figyelés lehet neki tanítani. Pár perc, vagy pedig valami eszközös instrumentális dolgot, és akkor megnézed, mi az eredmény. Jó? Az Andi kérdéséhez kapcsolódik picikét, hogy mondod, hogy a tudatot ide visszahozza a jelenbe, hogy így otthon, az én otthonomra is gondolok, hogy ugye most már ott van 4 gyermek, és magamnak is, hogyha lenne az ember mondjuk kézműveskedni, vagy egy olyan foglalatosságot csinálni, ami figyelmetig, tehát ilyen éber figyelmet igényel, hogy mit csinálsz a kezeddel, vagy hogy alkotod meg azt a pici dolgot, vagy bármit, ami mondjuk egy kézműves dolog, azzal le tudom nyugtatni így a hétköznapokban egy fél órás foglalkozással a saját tudatomat is, meg a gyerekekét is. Igen. A kézművességet nagyon nehéz elrontani. A tárgyat esetleg, amit alkotsz, azt igen, de maga a dolog annyira egyszerű és tiszta. A előző válasz, tehát természettel való kapcsolat, itt a kreativitásoddal való kapcsolat, az tényleg miért szeretünk kreatívak lenni? Néha végképp nem az alkotás tárgyi mi voltáért, hanem azért, hogy az alkotást, a kreativitást átéld. A kreativitás és teremtés, ez tényleg igazi önvalónkkal való egyik legközvetlenebb kapcsolat. És minél inkább vágy és dühmentes, annál tisztább. És most megkérdezheted, hogy hogy lehet vágytalanul teremteni? Nagyon jól. Gyönyörűen. Ez az, amikor kivetted belőle az egyéni akaratot, és csak a teremtés van maga. És amikor te nem vagy benne, mint énség a teremtésben, csak létrejön, mert mindenedet beletetted, csak az énedet hagytad ki belőle, na, az mágia. És most már messze túllendültünk a
kézművességen, amikor gyerekekkel ott ugye csinálod a különböző dolgokat, de el tudnak magukról nagyon pozitíve feledkezni, amikor ott dörzsölik a kis szappant, és akkor ott a nemez kesztyűt, meg a nemez papucsot készítgetik, és akkor ilyenek történik. Az nagyon fontos, és ez részben még választ az előző kérdésre is, hogy a te tudatodnak a tere, a lelkednek az alkalmazkodó képessége, az nagyobb és téresebb legyen, mint az ő zajuk és az ő korlátjaik. Tehát olyan nincs, hogy egy tanítvány úgy Isten igazából bikába fel tudja idegesíteni és dühíteni a tanárt, hogyha az elég felkészül. Tehát csak akkor fordulhat ez elő, hogyha tárgyilag vagy lelkileg a tanító nem elég felkészült, vagy éppen nagyon-nagyon le van pusztítva valami által, és nincs elég energiája. Tehát a te lelkednek, a te tudatodnak, a tere mindig nagyobbnak kell, hogy legyen, mint az a karma, amelyik éppen manifesztálódik benne. Különben robbansz. És az nem jó. Úgyhogy hajrá előre, mindenféle módon, és akkor ezek a jó minőségek a kreativitáson keresztül is, és a puszta jelenléten keresztül is, azok nagyon hasznosak lesznek. És hát az az igazi kérdés, hogy hogyan kezeled a hibát. Az, hogy a kreativitás milyen eredményt hoz, és milyen szép kis faragvány, meg agyag, meg egyéb dolgok lesznek a végén, az szép, és azokat haza lehet vinni. De az, hogy hogyan kezeled a hibát, vagy a fegyelmezetlenséget, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy szeretettel és eréllyel kívül, ha kedvesen, akkor kedvesen, ha eréllyel szigorúan, akkor szigorúan, de belül egy osztatlan tudattal és ítéletmentes tudattal végezzétek az egészet. És ez az óriási ereje ennek, hogy van valami, ami nem manifesztálódik és nem tehető szavakba vagy érzékszervi tartalmakba, az a mélységes szeretet, ami a mögött van, hogy hagyod, hogy hibázzon és kiavítod. És megteheti, és hogyha ha hiba nélkül jó, akkor úgy jó, ha hibával jó, akkor hibával jó, de a két gyerek között, aki többet hibázik, vagy kevesebbet, vagy semmit, ítéletalkotás nincs. Nem teszel ilyen különbséget, csak tudod, hogy melyik. Úgyhogy az ilyen típusú, ilyen tudati hátterű, ilyen tiszta lelkiségű együttléteknek, foglalkozásoknak, ezeknek gyógyító ereje van. Igazából nem tudom még pontosan a kérdésemet, csak pont ezzel a kreativitással kapcsolatban, mert abban van egy olyan érzésem, hogy a kreativitás egy nagyon magányos dolog tulajdonképpen. Most nem arra gondoltam, hogy kifarag valamit, vagy... Tehát amikor az a csoda történik meg, hogy mondjuk te kívül maradsz rajta, és úgy teremtődik meg általad valami, vagy hogy rajtad keresztül. Kívül maradsz hiba, benne maradsz hiba. Ezért mondtam, hogy az énséggel jelent ki a folyamatból, de nem tudod megmondani, hogy kívül vagy belőle, az ott eltűnt. Uh-huh. Folytasd. Na, de ez a folyamat, ez csak... tehát ezt nem tudom megosztani valakivel, ezt a fajta... Vagy kérdés, meg lehet? Kell. Viszont akkor erre vonatkozik a másik, hogy akkor amikor azt mondod, hogy másért tenni, akkor nekem most van egy ellentmondás, mert ez egy annyira magányos történet az egyik, hogy abban, hogy amikor azt mondod, hogy másokért tenni, vagy másokért élni, akkor az meg nekem nem egy lapon szerepel. Igen? Szoktál magányos sétákat tenni? Uh-huh. Néha előfordul, hogy fölveszel egy szemetet közben? Szemetet? Uh-huh. Igen. Egyedül vetted föl? Most már nagyon didaktikus vagyok. Egyedül magányosan vetted föl, még hogyha egy kis csipeszke volt nálad, mert szakosodtál a feladatra, ugye? És az eredmény? Rögtön mihelyt mások végigmennek azon az úton, az anyomban ott van. Úgyhogy ők nem tudnak róla, és ez nagyon fontos. Tehát te mélységesen átéled ennek a non-dualisztikus csodának a pillanatát, ami nem magányos és nem többes. Ez a fajta kreativitás, amikor feloldódsz benne teljesen, és visszautalunk akkor a színházi hasonlatra.
teljesen mindegy, hogy van ott valaki, vagy nem. Az a térben úgy megnyilvánult, hogy az akkor is hat, hogyha ugye nincsenek körülötted, és akkor is hat, hogyha ezren vannak körülötted, és az ugyanazt csinálja az a tudat. Úgyhogy nem arról kell gondolkodni, hogy most magányos vagy többes, hogy látják vagy nem, hogy közvetlen láthatta-e valakinek vagy nem, csak az, hogy megcsináltam-e vagy nem. Tehát teljesen mindegy, hogy hányan mennek el az úton utánam, csak fölvettem a szemetet vagy sem. Ez az az egyetlen kérdés, ami számít. És aztán, hogy valaki meglátja, hogy Tina fölvette egy darab szemet, és így, jaj, kölcsönkérhetem a csipeszkédet? És akkor már van valamilyen formalitással, vagy embertől emberig formai szinten való átadása. Bocsánat, de nem egészen erre gondoltam, amikor... Tehát nem a magányosság része nem az a lényeg, hogy kilátja az alkotást, vagy az a megalkotott akármit, hanem az az élet nagyon magányos. Miért kell annak lennie? Lehet-e másként? Miért ne lehetne másként? Mert akkor nem születik meg a dolog. Te miért ne születne meg, hogyha vannak még körülötted és vannak kapcsolataid, az a kreativitásodat gátolja? Tudod, hogy igen. Létezhet? Ha létrehozod az akadályt, akkor az akadályoz, de ha nem, akkor nem. Hát a művésztelepek nem arról szólnak, hogy egymást akadályozzák, vagy a színházi csoport. Tehát van olyan kreatív tevékenység, ami csak csoportosan képzelhető el. De van ember csak egyedül, nem? Igen, de csak képen, a tárgyas ez... dolga. Hát egyszerre egy ugye korongon csak egy ember tud valami agyagot megformázni, de az nem jelenti azt, hogy ezt közösen egy műhelyben ne tehetné. Ha az énséged határait, a kreativitás határaival azonosítod, akkor válik akadályá a más jelenléte. És akkor leszel magányos. Mert hirtelen a teremtésedben behúzódsz az éned falai mögé. Ilyen van, nem sok művész él így. Filozófus, hát Nietzsche ebben őrült bele. Ha megnézed. A saját gondolataid mögé, az én igazságom, a személyes igazságom mögé való elbújás a legnagyobb fal és a legnagyobb akadály. És van, aki kijön, van, aki 10 évet volt ugye Rilke magányban, és megírta utána Duinói elégiákat, és a világ így letérdelt előtte. Tehát van ilyen is. Tehát van termékeny magány. De ez nem szükségszerű, hogy így legyen. Nézzek Johann Sebastian Bach, hogy hány gyereke volt, és hány helyre költözött, és mennyi dolga volt, és minden. És úgy, hogy a műveinek a 80%-a egyházi célra íródott, az a maradék 20%-a, amit a világban játszanak, mint nem vallásos Bach mű, az letarol mindent. Tehát nem áll a distinkció. Tehát vannak olyan alkatok, akiknél ez van, mert ilyen a személyiségük. A személyiség függő. És van, ahol pedig egyáltalán nincs így. Úgyhogy ha ez akadálynak mutatkozik, akkor mindig meg kell nézni, hogy valójában hol van a fal, amin nem találom az ajtót, amit nem akarok kinyitni, mert félek attól, hogy a kulcs a zsebemben van. Hát akkor szeretném megköszönni mindenkinek a nagyon komoly figyelmét, és azt a nem szűnő gyakorlatot, amit egymással, egymásért és önálló erőfeszítéssel egyszerre végzünk. És ebből az elvonulásból még bő egy hónap hátra van. És akár itt vagytok végig, akár csak pár napot, nagyon fontos az az erő, az az energia, amit beletesztek abba, hogy ez a hajó, a Kjolcsénak ez a hajója révbe érjen. És semmi más nem kell, mint az, hogy amiért eredetileg idejöttél, azt tedd. Semmi egyéb nem kell, mint te magad. Úgyhogy ez az utazás, ez mindenképpen közös. Ezt a hajót akármelyik részében vagy, az evezőknél, a Foxliban, a konyhában, az árbockosárban, esetleg a kormány közelében, vagy a kapitányi hídon, mindenkinek a dolga ugyanaz. Bár más módon, más helyzetben végezzük, ugyanaz. A hajó érjen révbe. És ehhez kell rengeteg kitartás, önbizalom és másokba vetett bizalom,
és akkor bizonyosan ez a hajó, a Prajna hajója beér abba a kikötőbe, ahol már elcsitultak a hullámok. Köszönöm a figyelmet!